Jó estét kívánunk, köszöntjük Önöket társalgunkban. Ha nyár, akkor kulturális magazinunk külső helyszínről jelentkezik. Ma este a Hagymatikum fürdőfesztiváljába pillanthatnak be. Egy kiállítás képét is láthatják, mert a fürdő aulájában nyílt meg. Visszatekintünk Szentpéteri Csilla estjére, Keresztes Ildikó koncertjén is jártunk, és a már-már ikonnak számító Korda Balázs házaspárt is megkérdeztük sikerük titkáról. Múlt heti játékunk nyertesei már olvashatják neveiket a képernyő alján. Azt kértük, írják meg nekünk Delhusa John egy dalának címét. Rengeteg megfejtés érkezett, ilyen volt a Nikasa Perimeno, és ez az utolsó tánc is. Ma is játszhatnak velünk SMS-ben a 0630 447 1464-es telefonszámon és a Facebook oldalunkon is. Azt kérjük, írják meg nekünk, milyen hangszeren játszik Szentpéteri Csilla. És hogy miket nyerhetnek? Kisorsolunk két fős belépőjegyet a szegedi szabadtéri játékokra, illetve valaki elment másodmagával a Makói nyár programsorozat estjére is, és ide a Hagymatikumba is sorsolunk ki belépőjegyeket. Itt van velem Schneider Beáta, a Hagymatikum vezetője. Üdvözöllek! Szervusz! Rengeteg programmal készültek a Hagymatikumban évről évre. Júliusban mivel készültetek a fürdőzőknek? Igen, az idei évben is folytattuk azt a programsorozatot, amit már néhány éve elkezdtünk. A júliusi hónapunk is eléggé szorosan alakult, hiszen most vagyunk még a hó közepén, de már volt egy sportnapunk, ami nagyon jól sikerült sok résztvevővel, sok külföldi csapattal is az idei évben, valamint megtartottuk már a nyári nyugdíjas napunkat is, ami ugye most már egy hagyományos programjává vált a Makói Hagymatikum fürdőnek, és most pedig készülünk a legnagyobb eseményünkre, a Hagymatikum fürdőfesztiválra. Hanyadik alkalommal rendezitek meg a fürdőfesztivált, és annó miért indult el ez az esemény? Mert ez a negyedik év, amikor fürdőfesztivált szervezünk. Amikor elkezdtük a programok sokaságát megszervezni, akkor úgy gondoltuk már 4 évvel ezelőtt is, hogy kell azért egy olyan pillanat, amikor azt mondjuk, hogy igazából ez a legnagyobb rendezvény a fürdőnek, és egy teljes hétvége alatt szórakoztatjuk a vendégeket, és így alakult ki ez, hogy a július közepén, július második hétvégén egy fürdőfesztivállal várjuk a vendégeket. Az idei évben is így tesszük, egészen péntektől vasárnap estig különböző programokkal várjuk majd a vendégeinket. Hogyan döntitek el, hogy kit hívjatok sztár vendégnek? Beleszorhatnak ebbe a fürdőzők is? Igen, ez szokásos dolog már nálunk, hogy a vendégeink észrevételeit azért figyelembe vesszük, ez így szokott lenni a nyugdíjas napokkor is, de így van az egyéb rendezvényeken is. Amikor a vendégek jelzik, hogy nagyon szívesen látnák ezt meg azt a fellépőt, akkor gondolunk arra, amikor szervezzük a programjainkat, hogy aki még nem járt itt nálunk, és a vendégek is szeretnék, akkor őket meghívjuk. Idén kivel készültetek a vendégeknek? Az idei évben a pénteki nap ugye az a bulizásé gyakorlatilag, és így az éjszakai vízidiszkó keretén belül a fiatalokhoz szerettünk volna szólni, és egy diszkóst hívtunk el, egy DJ-t hívtunk el, Voksán Virágot. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan kérték már tőlünk azt, hogy legyen egy külsős DJ is, aki eljön esetleg és animálja az estét, ez az idén így lesz. Szombati napon 2 sztár vendégünk van, Lajsz András, aki már 3. éve jön hozzánk a fürdőfesztiválra. Ő a déltől, 1 órától lévő délutánt fogja majd délután folyamán fogja majd szórakoztatni a vendégeinket, keveri a koktélokat a vízparton, és természetesen a szokásához híven showmanként is szórakoztatja majd a vendégeket. Ezen kívül Lajsz Andráson kívül 16 órakor szombaton Keresztes Ildikó lép fel, vasárnap pedig a sztárfellépőink Korda György és Balázs Klári lesznek. A szórakozás mellett a kultúrával is találkozhatnak a vendégek, ezt hogyan tudjátok ötvözni a Hagymatikumon belül? Igen, néhány évvel ezelőtt evidenssé vált az is, hogy egy ilyen gyönyörű épületben nem csak a szórakozás és a fürdőzésé kell, hogy legyen a hangsúly, hanem valahogy a művészeteket is be kell hozni ebbe az épületbe, és elkezdtünk kiállításokat szervezni, és ezek most már ugyancsak hagyományos programjainká váltak, hiszen jelenleg is folyamatban van egy kiállítás gyermekrajzokból, amelyek Szentpéteri Csillának a műveire készültek. A Bartókosok 4. osztályos gyerekek készítették, és ebből most egy nagyon klassz kis kiállítást láthatnak az aulában a vendégeink, de a nyáron lesz még majd másik kiállításunk is, úgyhogy ez a folyamat is tovább folytatódik. Milyen visszajelzéseket kaptok a vendégektől a kiállításokkal kapcsolatban?
Ez nagyon érdekes volt az elején, mikor elkezdtük, mert sokan meglepődtek azon, hogy beléptek a fürdőbe, és egy kiállítással találták magukat szemben, hogy mit keres ez egy fürdőben, és utána azt tapasztaltuk, hogy sokan szívesen veszik, főleg azok, akiknek nincs lehetőségük eljutni akár múzeumokba, kiállításokra, vagy lehet, hogy nem olyan szívesen mennek, de egy fürdőbe, ha már eljönnek szórakozni, akkor nagyon szívesen meg is tekintik ezeket a kiállításokat. Ez most a jelenleginél is látszik, hiszen szavaztattuk a vendégeinket arról, hogy melyek azok a gyermekpályaművek, amelyek leginkább elnyerték a tetszéseiket, hiszen ezeknek a gyerekeknek majd egy kis ajándékkal szeretnénk kedveskedni. Találkoztatok már olyan emberekkel, akik csak a kiállítás miatt látogatnak el a Hagymatikumba? Igen, vannak ilyen vendégek is, tehát eleve maga a Hagymatikum fürdő is sokak számára nem mint fürdő, hanem mint egy látogató központ szerepel a programjaik között, ezért is vezettük be néhány évvel ezelőtt a látogatójegyet, amelynek keretén belül körbevisszük azokat a vendégeket, akik nem fürdőzni jönnek hozzánk, csak az épületet szeretnék megtekinteni. És mióta kiállításokat szervezünk, azóta látjuk azt, hogy nagyon szívesen bejönnek az utcáról a helyiek is, az ismerősök, azoknak az ismerősei, akik kiállítanak, és hogy bejönnek azért, hogy megtekintsék ezt. Nyáron a gyerekeknek is készültetek külön táborokkal, mi ez pontosan? Igen, az idei évben is folytattuk a csobbanós napközi programunkat, amely az iskola végétől egészen augusztus 20-áig heti turnusokban van. Ez a csobbanós napközi nagyon kedvelik már a gyerkőcök. Itt is látjuk, hogy sok a visszatérő gyerek, és aminek nagyon örülünk, hogy azok, akik már jártak itt nálunk, gyerkőcök, mindenki hoz magával valaki új vendéget is, új kis barátot vagy rokont. Tehát ez is mutatja azt, hogy szívesen töltik itt a nyári szünetet a gyerekek, de természetesen készültünk a kamaszbérlettel is, aminek a lényege az, hogy a gyerekek egy kedvezményes áron látogathatnak hozzánk a fürdőbe a nyár folyamán. Itt is szerettük volna azt, hogy a szülőkkel segítsük azzal, hogy a 14 éven fölüli gyereket, akik már egyedül is eljöhetnek a fürdőbe, egy kedvezményes jegykonstrukcióba látogathassák a fürdőt. Ha jól tudom, tavaly látogatószámot is döntöttetek. Mi a helyzet ezzel idén? Igen, a tavalyi évben nagyon kegyesek voltak hozzánk az égiek is a fürdőfesztivál alkalmával, és egy igazi látogatószám dömpingünk volt. Az idei évben igaz, hogy most a felhők szállingóznak a fejünk fölött, de reméljük, hogy az a nagyon sok program, amivel készülünk, mégis sok vendéget fogunk majd idehozni hétvégén, hiszen az időjárás ellenére minden programot meg tudunk tartani a benti tereinkben is, hiszen szerencsések vagyunk, mert az élménymedencetér az egy nagyon jól kialakított terület arra, hogy a programokat be tudjuk vinni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és reméljük idén is megdől a látogatottság száma. Köszönöm szépen én is. Szentpéteri Csilla makói születési zongoraművész Temperamento koncertje nyitotta meg a makói nyár programsorozatát. A művésznő különleges élménnyel készült közönségének, majd másnap a Hagymatikum aulájában csodálhatta meg szerzeményeire és átirataira készült gyermekrajzokat. Lássuk összefoglalónkat! Városunk szülötte Temperamento című koncertjével kedveskedett a közönségnek, mely vidámsággal, dinamizmussal és életörömmel volt teli.
A hallgatóságot stílusokon és korszakokon átvezette Szentpéteri Csilla zenekarának segítségével, amely új taggal is bővült a közelmúltban. Van egy új tagunk, aki egy személyben jazz trombitán és világzenei hegedűn játszik, ami hát nagyon érdekes, mert én két zenész kerestem erre a hangszere, tehát kerestem egy trombitást, meg kerestem egy nagyon jó hegedűst, és aztán ez a two in one, ugye annyit mondják a reklámban, hogy tényleg bejött, sikerült találnom egy olyan muzsikust, aki mind a két hangszeren nagyszerűen játszik, és még mellé kendó világbajnok is, úgyhogy hogyha esetleg bármi történik itt a színpadon, ő kiváltja a jó kis kendó mozdulatokkal. A közönség tegnap este vizuális élménnyel is gazdagodott, mely végig kísérte az egész koncertet, és így mindenki megérthette a zene üzenetét. Ugye négy LED falon zenére komponált filmek láthatóak, amiket Fülöp Csaba, az én férjem készített. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Úgy éreztem, hogy kellene egy ilyen komplex audiovizuális élményt nyújtani, ahol nem csak a zenét hallgatják, hanem van egy vizualizáció is, amit így össze tudnak kapcsolni a zenével. De nyilván az is nagyon fontos volt, hogy a vizualizáció, tehát a látványvilág azért ne nyomja el a zenét, hanem alázattal szolgálja azt, tehát hogy egy dinamikai kísérő legyen. A zongora művész és zeneszerző koncertjét ámulattal csodálta a közönség. A nagy sikerű koncertsorozat az egész országban ismert már, a tegnapi show a 37. állomás volt, ősztől pedig nemzetközi turnéra indul a zenekar. Én már lassan tényleg úgy érzem, hogy én egy lokálpatrióta vagyok, és szinte minden már ide köt, a családomon kívül a barátságok, a kedves ismerősök, a Marospart, a Hagymatikum, kellemes séták esténként. Nagyon szeretem ezt a kisvárost, szeretek ide hazajönni, olyan, mintha egy ilyen relaxációs hétvégét töltenék itthon, függetlenül attól, hogy ma éppen kedv van. De ma is úgy ébredtem föl, hogy szombat van, úgyhogy ez valamit jelent, tehát nekem tényleg egy hétvége, amikor itt lehetek veletek és önök között és Makon, és adja Isten, hogy ez még sokáig így legyen, és még sokszor haza tudjak jönni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma este eljöttetek, öröm volt itt lenni veleteket, holnap találkozunk a városban. Thank you.
A Hagymatikon gyógyfürdő aulájában gyerekrajzokból láthatnak kiállítást a látogatók. A tárlat különlegessége, hogy a Makói Általános Iskola Bartók Székhely intézményének 4. Z-osztályos tanulóit Szentpéteri Csilla, makói születésű zongora művész dallamai ihlették. A művésznő folyamatában is látta a készülő rajzokat, de a komplett kiállítás teljesen magával ragadta. Lenyűgöz. Egyszerűen, mikor beléptem, úgy összeszorult a szívem, hogy mindezt az én zenéimre, az átirataimra készítette a, hát akkor a 3. Z, illetve a 4. Z osztálya Bartók Béla suliban. Egészen pazar. Tehát, hogy ennyire színesnek látják a zenéimet, ennyire változatosnak. Szentpéteri Csilla sokat mesélt a gyerekeknek arról, mit érzett a művek komponálása közben. Így a negyedikesek könnyen megértették a zene üzenetét, és egyből papírra vetették érzéseiket. A makóról indult elképzelést már Kecskeméten is alkalmazzák, így a művész átiratait hallgatják a rajzórákon már ott is. Szerintem ez egy óriási dolog, mert úgy elképzelem, hogy ha egyszer majd véget ér ez a földi létem, hogy akkor is már mennyi minden megmarad, és hát rengeteg minden makói emlék és makói örökség lesz. Úgyhogy számomra ez egy rendkívüli dolog, és főleg azért, mert Nadován Zsuzsanna tanítónőnek ez most már egy állandó elképzelése a jövőre tekintve, hogy ő ezt szeretné beletervezni az óra rendjébe. A negyedikesek nagyon élvezték mind az alkotás folyamatát, mind a művésznővel való találkozást, valamint makói koncertjén is ott voltak. Koncertjein voltam, de még úgy párszor, igen, és akkor, hogy nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy vele találkozhattam, jó az egyénisége, és a koncertjei is nagyon élvezetesek. Aki hallotta már Keresztes Ildikót énekelni jellegzetesen mély és seketes hangján, az biztos soha nem felejti el. Ám nem csak különleges hangszínet, de lehengelő őszintesége is mindig rabolejti közönségét. Így volt ez a Fürdő Fesztiválon is. Akárhány éves lehettem, amikor a gyerekkori barátaimnak úgy feltűnt, hogy olyan furcsa a hangom. Értem ezt úgy, hogy nagyon kicsi voltam, és nagyon vékony, és nyilván egy ilyen alkathoz egészen más hangot vártak. És annyiszor elmentem ilyen házi buliba, és mindig meghallott egy idegen ember, mindig úgy hátra hőkölt, hogy Jézus már, ez biztos, hogy ebből a kislányból jön ki ez a hang. Tehát már akkor is ilyen volt. Nyilván akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Abba biztos voltam, hogy színpadon fogom leélni az életemet. Remélem, ott is halok meg, ha lehet ilyen kívánságom. Bárcsak az most készült el, és tulajdonképpen folyamatban van, napokban adom le az új albumnak a dalait készre. Ez azt jelenti, hogy augusztusban fog megjelenni, és nagyon-nagyon boldog vagyok, mert 5 éve nem jelent meg új albumom, és azt gondoltam, hogy már épp itt az ideje. Ráadásul összetalálkoztam fiatal szerzőkkel, akik nagyon inspiráltak, meg remélem, hogy én is őket. Név szerint Kovács Tamással, aki egy fantasztikus gitáros, ő az Indigo zenekarnak a gitárosa és szerzője, és azt gondolom, hogy bár mindegyik lemezemet nagyon szeretem, de azt gondolom, hogy talán életem egyik legfelszabadultabb lemeze lesz.
Tegnap volt egy szabad napom, amikor elmentem Veszprémbe és megnéztem a Lisa Stansfield koncertet, amit ott teljesen hanyatt vágtam magam. És lesz még 5 napom, és utána lesznek még ősszel meglepetéseim. Egyről még nem beszélhetek, viszont a többiről igen, tehát jelenik meg a nagylemez. Aztán jön a Műpa nagy koncertem valamikor novemberben, egy szimfonikus zenekarral kiegészítve és sztárvendégekkel, és sokat járok a zenekarommal, Keresztes Ildikó bennel. Most megyünk Szlovákiába, Erdélybe, és országszerte játszogatunk. Aztán indul a színházi évad, a kedvenc szerepemmel, az Edith Piaffal, még az a cím, hogy az égben maradt repülő. Épp tegnap előtt játszottunk egy teljes teltházas előadást, és pont a Novák Peti is megnézte, és mondta, hogy szerintem Keresztes ebből a szerepből fogsz a sírba menni. Hát mondtam, jó, de az olyan 30-40-50 év múlva legyen. Úgyhogy ebben megegyeztünk. Ma is játszhatnak velünk SMS-ben a 0630 447 1464-es telefonszámon vagy a Facebook oldalunkon is. Ma azt kérjük, írják meg, milyen hangszeren játszik Szentpéteri Csilla. Több mint 5 évtizedes pályafutással a háta mögött, a magyar tánczene egyik legismertebb alakja Korda György, aki feleségével Balázs Klárival érkezett a Hagymatikum Fürdőfesztiváljára. A makói közönségnek kedvenc dalaikat hozták el. Sokat voltam Makón, de a legtöbb emlékem gyönyörű, de sajnos van egy rossz emlékem is. Pont Makón volt koncertünk, igen. Amikor a vendégünk volt Zsoldos Imre és Sárosi Katalin is idejövet, karamboloztak, és Zsoldos Imre meg is halt. Tehát ez csak az egyetlen rossz, de Makóról csak szép emlékeink vannak. Legalábbis nekem, de a gondolom... De szerintem nekem is, mert úgy emlékszem, hogy együtt kezdtünk Makóra járni, illetve nem. Bocsánatot kérek, muszáj közben szólnom, és az a 24 év, amikor egyedül énekeltem, ott ja, hányszor voltam Makón? Nem, mi? Hogy kvázi én csak veled voltam itt, tehát én akkor, azért. Tehát ez 31-2 éve lehet, hogy Makón, az is már azért szép szám, ugye? De én szerintem, én teljesen el vagyok ájulva, hogy mekkorát fejlődött Makó, tehát ahogy jöttünk befelé, és láttuk itt a kiépített körforgalmat, a közlekedés sokkal jobb, csodálatos ez a fürdő, szóval fantasztikus jó érzés látni, hogy valami így fejlődik. Milyen dalokkal készültek a makói közönségnek? Tulajdonképpen ugyanaz a műsorunk, mint például két napja léptünk fel az EFOT-on Velencén, és az ott csak fiatalság, de ugyanazt a műsort csináljuk. Arra mondjuk nem gondoltunk, hogy uszodával léptünk föl, még csak uszodával úsztam. De hát
nem baj ez. De Gyurika, tapasztalat szerzés céljából nagyon izgalmas lesz. Hát szerintem egyben szaunázunk is. De azért biztos rendben lesz minden. Az ember nincs hozzászokva, hogy csak fürdőgatyás embereket lát. Jaj, hát most jut eszembe, Gyuri, ne nézzél közben nagyon körül, hát fürdőruhás nők fognak ott sétálni. Tudok csinálni. De mindenért kárpótol az, hogy olyan könnyű ma már lejutni Makóra, mint Szegedre. Tehát ez, mert azért a, Makó, a Szegedtől a Makóig a régi úton azért ez egy kicsit... Kínlódás, tehát isteni lejönni Makóra, és aztán látni, hogy milyen gyönyörű lett Makó. Ez még jobb. A harmadik pedig uszodába fellépni. Nagyszerű! Úgyhogy ez egy rendhagyó koncert lesz. Arra játszunk, hogy kibírtuk-e hájulás nélkül, vagy nem. Biztos kibírtuk. És játszhatnak velünk SMS-ben a 0630-447-1464-es telefonszámról várjuk válaszaikat, de ne feledjék, a Facebookon is megírhatják megfejtéseiket. Mai kérdésünk nem más, milyen hangszeren játszik Szentpéteri Csilla. Negyedik alkalommal került megrendezésre a Fürdőfesztivál a Hagymatikum Gyógyfürdőben, és mint mindig idén is számos programmal készültek a szervezők.
Hát ugye úgy voltunk vele, hogy ha már itt vagyunk, akkor különféle rádióhetes relikviákat is hozunk, ébresztőórákat hoztunk, akkor különféle, volt egy valami kis fésű történet is, ez ilyen rádióhetes emblémával ellátott dolog, pólókat is hoztunk, hátizsákokat, tornazsákokat, ilyeneket, és hát ezeket azért nem akartuk csak úgy adni, hanem arra gondoltunk, hogy valami játékot is fűzünk ehhez, és akkor egy játékos formában szeretnénk ezeket kiosztani. Volt vízbe dobált labdákat kellett összeszedni, ennek nem tudom konkrétan mi a neve, de ilyet játszottunk, buborékfújó versenyünk is volt, illetve a vízi kötélhúzást is kipróbáltuk. Én attól jövök, valóban így van. Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen, megtiszteltetés, halál komolyan mondom. Annál is inkább, mert vannak itt barátaim, itt van Pista barátom, önálló egy évben, mindig itt vagyok, utána eltelik pár hónap, nem akarok reklámot, csak azért nem mondom a vezeték nevét. Szóval hazajövök. Vannak vendégek, akik megismernek, plusz mindig megpróbálom egy kicsikét fölvidámítani az embereket, mert hát például a mai nap, legyünk őszinték, nem túl naposan indult. De most már, ha kinézünk, már kezd kikangadikálni a nap, jó a hangulat, próbálok mindenkinek egy hajmatikum koktélt csinálni, mert ez is nagyon fontos, és hát én is nagyon jól érzem magam, imádok itt lenni. Csordás Aliz, 3-as rajtszámban, és 9 hónapos, nagyon cuki. Lehet tudni esetleg, honnan érkeztek a nevezők? Budapestről. Közben anyuka rábír, hogy mondjon egy verset, de nem akar kötélnek állni, úgy látom. Tehát a színpadon 10 csinos kis hölgy és egy apuka. Először vagyunk itt, nagyon-nagyon tetszik. Tóth Komlósról származunk. Most Tóth Komlóson volt egy úszóverseny, egy szenior úszóverseny, ez tegnapi nap folyamán volt. És a mai nap gondoltuk, hogy meglátogatjuk a makói hagymáriumot, mivel nagyon sok szépet és jót hallottunk róla. Nem csalódtunk, gyönyörű a épület, nagyon-nagyon tetszik, szeretjük az építészetet, és a programok is fantasztikusak. Ez itt konkrétan Aquazumba volt. Az előnye a szárazföldivel szemben, ugye a tornatermivel, hogy egyrészt vízben történik, kíméli az ízületeket, és állandó hőmérsékleten tartja a testünket, tehát nem hevülünk túl. Tehát ebből a szempontból sokkal jobb, és a víz ellenállása úgymond az plusz fizikai erőt jelent, tehát sokkal jobban dolgoznak az izmai. Kedves nézőink, ne feledjék, játszhatnak velünk jövő hét csütörtökig a 0630 447 1464-es telefonszámon és a Facebook oldalunkon is.
Azt kérjük, írják meg nekünk, milyen hangszeren játszik Szentpéteri Csilla. És hogy miket nyerhetnek? Sorsolunk ki egyszer két fős belépőjét a szegedi szabadtéri játékok előadására, valaki ellátogathat másodmagával a makói nyárprogram sorozat estjére, és ide a hagymatikumba is sorsolunk ki belépőjéket. Mai társadalomban ennyi fért, jövő hét csütörtökön újra külső helyszínről jelentkezünk, és akkor a makói nyár előadásaiból tallózunk. Tartsanak velünk akkor is! Viszontlátásra!